Sziasztok! Az előző videó alán nagyon sokan írtátok, hogy hiányoltátok már a videóinkat, ami nekünk nagyon jó esett, és örültök, hogy újra jelentkeztünk egy videóval. Nem akartam megint sok időt kihagyni, ezért gondoltam, hogy egy kis rövid őszi videóval most kedveskedek nektek. A nyár az nagyon hamar eltelt a számunkra, ugye június elején érkeztünk vissza a Dél-afrikai Köztársaságból, ezt követően pedig a dél-afrikai videóknak a megvágása nekem 2 hónapig tartott, utána ugye jött a háznak a festése, én 3 hétig festettem a kinézett helyiségeket, utána pedig 2 hétig Magyarországon voltak vendégeink, el is telt az egész nyár, és itt volt szeptember közepe. Az elmúlt 3 hétvégén volt alkalmunk kempingezni, kirándulni, nagyjából ezzel telt a nyarunk, tehát nagyon elfoglaltak voltunk, nagyon sok mindent csináltunk, amiből ti ugye nem sokat érzékelhettetek, meg ugye nem készültek ezekről a videók. Már korábban ígértük nektek, hogy megmutatjuk a kertet, erről készült is videó egyébként, Matyi csinált augusztusban egy kis videót a kertről, amit még eddig nem sikerült megvágni, úgyhogy most először azt fogjátok látni, bemutatja Matyi, hogy augusztusban hogyan nézett ki a kertünk, utána pedig megmutatom nektek, hogy most október 10-én hogyan is néz ki a kis kertünk. Nagyon szerencsések vagyunk az időjárás tekintetében, este olyan 5-8-10 fokok vannak, nappal pedig 25-26. A hétvégére most már lehűlés mondanak, 0 fok körül lesz a hőmérséklet, úgyhogy úgy gondoltam, hogy mielőbb betakarítom a zöldségeket, megmutatom nektek, hogy hogyan is néz ki októberben a kis kertünk. Tartsatok velünk egy kis kert mustrára! Augusztus közepe van, és így néz ki a kert. Az uborkáról már leszedtünk több kilót. Uborka mellett van lóbab és gomorszeller, meg egy fehér özön is, amiről már leszedtük az első paprikát. Paradicsomról és a komlóról. Paradicsomról már leszedtünk több kilót itt is. Bazsalikon van 3 fajta, nagyon szépen terem az is. A komlónk az éppen most érik be, szerintem augusztus végére, szeptemberre jó lesz. A bodzánk szépen érik, ez már talán a 3. termés a rebarbarán. Be kellett keríteni a fekete ribizli bokrot, mert nem akartam, hogy a mókusok megegyék. Csillagfürt már régen elvirágzott, most már húroltja a magjait. Ebből hamarosan a brigi tölteléket fog készíteni a levesbe, metélőhagymából. Ősszel vagy tavasszal meg kell metszenem a birsalmafánkat, mert ez inkább most birsalmabokor, de 3-szorosára nőtt itt 2 hónap alatt, vagy 3 hónap alatt. Az első bodzánk is már akkora, hogy sok mindent akar. Paradicsomjaink most érnek éppen, már olyan 5-6 kilót leszedtünk róluk, az eper az már, annak már vége a szezonja. Közben lett egy babérlevél, epazote, oregano és majoranna, és ezek külön vannak, mert ezeket be kell vinni. De a télre, de az, a locsolásuk az meg van oldva. És mi csepegtetős locsolórendszert használunk. A ribizli már letermett, ez itt az édeskömény, ez itt fantasztikusan érzi magát. A cukorborsó már régen letermett, azt leszedtük. A málna bokrunk az megőrült, az is olyan 3-szorosára nőtt. Itt a szőlőnk, a szőlő is be van kerítve, mert valamint egy szép fürt, amit vigyázok meg. És 3 féle paprika, ez a gypsy, ami itt van balra, ebben az első 2 sorban, a 3. sorban megvan fehérözön, és magyar csípős paprika, az a Hungarian wax. A paprika mögött van a mitsuba, ami egy japán petrezselyen féle, saláták, néhány saláták már magba ment,
néhányat újraültettünk, hogy azok jönnek elő. Megint itt van egy kis maradék paradicsom, meg egy csomó kapor. Itt van egy füstölőnk. Minden szépen megnőtt. A kakukkfű és a tárkony. Nagyon szép, a bólogató hagymáink is nagyon, nagyon jók voltak ebben az évben. Borsikafű már születelni kell. A sizóból lassan erdő van. Hagyjuk elvirágozni, hogy újra teremjen jövőre, hogy újra nőjön a magjaiból jövőre. Ezek a kicsik, ezek mind magról vannak. Ugye itt a naspolyafánk, ez is háromszorosára nőtt mostanra. Mint itt láttok lent, az egy mókus csapda. A szomszéd almafáira jönnek a mókusok, és szezonban megették az epreinket, le kellett őket takarni. Észrevettük, hogy eszik őket. Úgyhogy szépen humánusan távolítjuk el a mókusokat a kertünkből. Mi nekünk ez a kert nagyon-nagyon tetszik most. Szépen növekszik minden. Be van minden automatizálva. Úgyhogy ha nem is vagyunk otthon, akkor is meg van locsolva minden úgy, ahogy kell. Itt van a kis szalonnasütőhelyünk, itt szoktunk pokácsolni is. A zellel az nagyon jól sikerült, most már mindjárt szerintem a héten be fogom szedni. És ugye október 10-e van, az uborka az már sajnos az utolsó napjait éli. Bazsalikomot már többféleképpen is eltettem télre. Csináltam bazsalikomos sót, eltettem például olívaolajban, és fagyasztottam le is belőle. Itt középen ez a nagy magas, ez a tájbazsalikom. Nem gondoltam, hogy ekkora lesz, de nagyon szép. Ugye már világba ment, de nem gond. Ez itt a fürtös paradicsomunk, és olyan jó idő van, hogy már elkezdett megint virágozni. Mögötte van a komló, nagyon szép lett szerintem. Hétvégére 0 fokot mondanak, éjjel. És most már le fogom szedni a csípős paprikákat. Eddig is folyamatosan szedtem, és lefagyasztottam. Édes paprikából is még ilyen csodaszépek vannak kint. Ezt is lassan le kell szednem. Nem akarom, hogy megfagyjon. A hegyekben egyébként szeptemberben, és így a városokban, településeken, itt a Sziklás-hegység környékén októberben szokott lehullni az első hó, tehát most vagyunk október elején, úgyhogy nagyon nagy esély van rá, hogy hamarosan az első hó le fog hullni itt nálunk is. Petrezselyem, látjátok, milyen szép az zöldje. Ezt is majd most le fogom szedni, és megszállítom. A saláta már elkezdett magba menni, de ezt direkt hagytam, majd a magukat összeszedem, mikor megélett. Nem tudom, hogy ismeritek-e, ez a micuba, vagy más néven japán petrezselyem. A magja tényleg olyan, mint a petrezselyemé, hogyha megnézitek. Ezt is hagytam magba menni, és már sok magot össze is tudtam szedni ebből. Jövőre remélem, hogy ki fog kelni. Paradicsomból annyi volt idén, hogy nem tudtam vele mit csinálni. Főztem be lecsót, csináltam paradicsomlevet, fokhagymás paradicsomszószt is tettem el, ami jó pizzára és tésztára is. És azt hiszem kb. Ennyi volt, meg ugye főztem nyáron párszor friss lecsót. Most már lassabban élik a paradicsom, de még mindig van rajta pár piros paradicsom. És ilyen hatalmas, nagy zöld paradicsomok. Annyira jó idő van októberben, hogy az epel elkezdett virágozni. Nagyon remélem, hogy nem fog lefagyni. A zsájából már tettem el, azért ilyen hiányos a levelem.
csak simán olívaolajban eltettem télre. Édeskömélyből a nyál elején volt édeskömélygumónk. Nagyon szépek, azt mindjárt meg is mutatom. Szerintem vágjuk el inkább. Jó. Most komolyan mondom. Jó. Gondoltam, hogy ez lesz. Hozzak egy kést? Ja. Szuper. Sokat akar a szarka, és nem bírja a farka. Ez a répafélékhez tartozik, tudtad? Milyen répafélék? Hát az édeskömény a répafélékhez tartozik. Aha. Tudtad? Tudtam. Tessék. Jól néz ki. Elég nagy? Aha. Oké. Okay. Beletéljük az egészet a levesbe? 100%. Szuper. Amúgy úgy szokták, még megy a videó? Megy, persze. Amúgy szokták úgy, hogy így eddig vágják le, benne hagyják, és még ebből lesz kis édeskömény. És te miért nem úgy csinálod? Mert vettünk helyette új édeskömény. Ügyes vagy. Jó néz ki. Nagyon, mi nagyon, nagyon, nagyon tudunk édeskömény termeszteni. Akkor is nagyon sok világba ment. És most, ami itt van, ebből pedig pesztót fogok csinálni a szöldjéből, amihez diót fogok használni, olívaolajat és parmezánt. Nagyon finom egyébként. A bazsalikon pesztót is megpróbáltam dióval, de az fenyőmaggal az igazi. Legalábbis nekem a diós bazsalikon pesztó nem ízlett. A levendula még mindig virágzik, ezt is leszedem és megszállítom. A kis fűszálkát az nagyon jó lett. Van itt tákony, kakukkfű, borsikafű és sizó. A piros sizóból ecetet csináltam, és ecettel nagyon finom lett. Salátákban használtuk nyáron a sizós ecetet. A zöld sizót pedig frissen kólai barbecuehoz fogyasztottuk, és készítettem belőle sizós mizót is. Volt idén egy fült szőlőnk, nagyon finom volt. Arra gondoltam, hogy a videó második részében pedig mutatok nektek egy kis halloweeni hangulatot. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mit lehet nálunk kapni halloweenre most a boltokban, akkor tartsatok velem! Chasing a star up and down in the sky.
A halloweeni dekorációk mellett őszi dekorációkat is lehet még kapni, de hogyha egy kicsit átnézünk ide a másik oldalra, akkor már megjelennek a karácsonyfák. Nem bírtam ki, hogy ne nézzek szét a karácsonyi választék között, úgyhogy most egy kis ízelítőt mutatok nektek a karácsonyi kínálatból. Természetesen nem mutatok meg mindent, hanem érdekelt, hogy mit lehet kapni. Egy-két dolog megragadta a fantáziámat, úgyhogy szerintem a közeljövőben vissza fogok jönni és szétnézek tüzetesebben, mert most sokkal nagyobb a kínálat, mint például tavaly novemberben vagy tavaly decemberben volt. Kommentben írjátok meg, hogy milyen videókat szeretnétek még látni. Később fogok jelentkezni egy karácsonyi videóval, amiben majd tüzetesebben megmutatom a karácsonyi kínálatot a boltokban. De írjátok meg, hogy ti mire vagytok még kíváncsiak ebben az évben, milyen videókat szeretnétek látni. Csokoládé mérhetetlen mennyiségben, és vehetünk előre kisütött kekszeket is, amiket otthon ki tudunk díszíteni. Bízok benne, hogy érdekesnek találtátok a videót. Hogyha nem tettétek még meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, nyomjátok meg a kis csengőt, és lájkoljátok a videót. Hogyha van olyan téma, amiről szeretnétek videót látni, azt pedig írjátok meg kommentben. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!